Üdvözlöm kedves nézőinket! Az Óplusz Állatbarát magazin 7. évadának júniusi adásában három különböző témával foglalkozunk. Először cukik kölyökvizslákat láthatnak. Utána az egyik legkiválóbb magyar természetfotóssal, Zelko Csillával készült riportunk következik. Végül pedig egy színes, kelet-afrikai szájköltősügerekről készült blokkal zárjuk műsorunkat. Kérem, tartsanak velünk! Magyar vizsla az első témánk. Ezek a fantasztikus állatok rendkívül népszerű vadászkutyák. Nemrégiben az egyik legnívósabb angliai dogshowt is egy ilyen csodás jószág nyerte. Nem csak hazánkban, de külföldön is egyre elterjedtebb. A magyar vizsla több kereszteződésből alakult ki már honfoglaló őseink mellett, akik szenvedélyes vadászok voltak. Volt egy vadászkutya, amely követte őket a vándorlások során a Kárpát-medencében. Sárga, esetleges barna színű, néha foltos volt, és a vadászat minden mozzanatánál segítségére volt a vadásznak. Ez a mára kihalt kopó volt a mai vizsla őse. A vizsla említésével nemeseink levelezésében is gyakran találkozhatunk. A magyar nyelvben a vizsla szót valószínűleg a vigy, vizs, vis alakból képezték, melynek jelentése vigyáz vagy vizslat. A 19. század végén megrindult az állomány, ekkor vonták be a tenyésztésbe a pointert és a német rövidszőrű vizslát. 1920-ban megkezdték a fajta törzskönyvezését. 1928-ban elkészült a fajta leírás. A II. Világháború után a veszteségeket pótlandó, a gödöllői tenyésztelepen indult újra a tenyésztése. Ma már nem tartozik a veszélyeztetett fajok közé, hiszen a világon az egyik legismertebb magyar fajta, melynek jelentős állományai vannak Nyugat-Európán és az Egyesült Államokban és Angliában. Tiszta vérükönt viszonylag rövid ideje, mintegy 80 éve tenyésztik. A magyar vizslákra jellemző az elegáns megjelenés, a könnyed felépítés, a harmonikus mozgás. Testalkat a szikár, szépség és erő harmóniát tükrözi. A rövidszőrű vizsla zsemleszínű szőrzete alig kíván gondozást. A lakásban tartott példányok szőre egész évben hullik, ezért rendszeres kefélést igényel. Középnagy, 52-61 cm marmagasságú, 19-24 kg súlyú, rendkívül elegáns megjelenési és mozgású, kedves, engedelmes természetű, még a vizslák közül is kitűnik intelligenciájával. A vizslák közt a legsokoldalúbbnak tartják. Helyt kell állniuk vizen, mezőn, erdőben is. Kiváló a szaglásuk, a levegőben terjedő szagokat persze a körülményektől függően, mint például a páratartom, a szélerősség, a hőmérséklet, akár 150 méterről is megérzik, így a megsebzett vadat is könnyen megtalálják. Amikor megmozdul a vad, a vadásznak el kell dönteni, hogy lelőhet-e a vad, avagy sem. Ez alatt a vizslának egy helyben kell maradnia, a lelőtt vadat pedig készségesen a gazdájuk elé viszik. A rövidszőrű vizsla nem csak vadászkutya, hanem a család kedvence és a gyerekek játszópajtása is, hiszen intelligenciája, alkalmazkodó képessége mindenre alkalmassá teszi. Nyugodt, jóindulatú, érzékeny, a durva bánásmódot ellenben nehezen viseli, de a szerető gazdának a csillagokat is lehozná az égről. Rendkívül könnyen tanítható, de házőrzőnek nem alkalmas. A vizsla alkalmas lakásban tartásra, igazi kanapé specialista, sőt télen a rövid szőrzeten nem mindig nyújt megfelelő védelmet a metsző hideg ellen. Városi tenyészetekben túlfinomodik, betegségek iránt fogékonyá válik, gyenge idegzetű lesz, noha szigorú és következetes tenyész kiválasztással a legjobb és modern vadászatra legalkalmasabb vizslát lehet faragni belőle. Fantasztikus fotók Lofotenről, Izlandról és a Feröer-szigetekről. Zelko Csilla válogatott természetfotói a Rivalda fényben. A fotóművész exkluzív riportját láthatják műsorunkban. Az
én generációmnak nagyon fontos az utazás, úgy érzem, pont azért, mert nem utazhattunk csak 4 évente, és a közbenső időben legfeljebb a szomszéd országokba. Ha már utaztunk, szerettünk volna megörökíteni az élményeket, innen jött a fotózás nekem. Első célkitűzésem az volt, hogy képeslapszintű fotókat készítsek, aztán később ezzel már nem elégedtem meg, szerettem volna többet kifejezni a képekkel. Láttam, hogy sokkal több van a fotózásban. Kifejezhetem önmagam, történetet mesélhetek el, emberek életét mutathatom be. Kiállításokat is rendeztem a fotóimból. Indultam pályázatokon a társaimnak az ösztökélésére, és annyira sikeres voltam, hogy viszonylag rövid időn belül sikerült fotoművészi, nemzetközi fotoművészi diplomákat is megszerezni. Most jelenleg éppen Gödöllön a civilházban van egy kiállításom, ami még július 5-ig lesz látható. A téma az északi szigetek varázsa. Az első sziget, amit meglátogattam mindjárt 2017-ben, nyáron, az Izland. Minden fotósoknak az álma eljutni Izlandra, és az izlandi tájakat fotózni. Nem is csalódtam benne, sőt, még egy kellemes meglepetés is adódott. Kiderült, hogy ezek az északi szigetek nem is annyira hidegek, mint mi gondoljuk. Ennek oka, hogy a golfáramlat vonalában vannak, ami fűti ott azt a területet. Izland hatalmas vízhozamú és víztömegű, csodálatosan szép vízesésekkel tarkított sziget. Amit választottunk úti célul Izlandon belül, a felföldi terület, Highland. Ez egy lakatlan része Izlandnak, a sziget belsejében van, teljesen vulkáni, gyakorlatilag vulkáni láván járunk. De csodálatos megfigyelni, hogy a természet hogy hódítja vissza magának még ezt a kietlennek tűlő területet is. Nagyon jó túrákat is lehet tenni ott a egyes vulkáni csúcsok között. Találkozni lehet ilyen vulkáni krátertavakkal is, amelyeknek szintén csodálatos színei vannak. A második északi sziget, amit meglátogattam az idén télen, február elején, az Lofoten szigetek. Norvégiához tartozik, de a klímája teljesen más, mint Norvégia nagy részének, mivel szintén a golfáramlatnak a vonalában van, és így kellemes az időjárása, nem hűl le a levegő így sem. Ez egyik legnagyobb hőmérsékleti anomália, ami előfordul a világban, mert hát a sarkkörön túl van a Lofoten-sziget csoport, és mégis viszonylag kellemes a hőmérséklete. A téli átlag hőmérséklet -1,5 fok. Lofotenre tájfotósok mennek elsősorban, sziklaformációkkal, hegyvonulatokkal találkozunk, és télen a másik, amiért oda megy az ember, az az északi fény. Ahhoz, hogy lássuk, az felhőtlen égbolt, vagy viszonylag kevés felhő szükségelteti. Az sem mindegy, hogy mekkora az erőssége ennek a napkitörésnek, mert ez befolyásolja a fény. Hát a kettes erősségűt szabad szemmel alig látni, de már fényképezőképpel valamit ki lehet belőle hozni. De az igazán csodálatos a 4-es és az 5-ös erősségű fény. Skaksanden Beach-en többször is voltunk. Ennek az az előnye, hogy csodálatos hegyvonulat helyezkedik el rajta. Ezeket a hegyeket hó fette be ebben az időszakban. A hegyek előtt hullámzott a tenger, és mivel apály volt este, gyakorlatilag tükröződés is volt a vízen. És akkor megjelent az északi fény, és mindjárt úgy kezdte, hogy egy hatalmas, mint egy szivárvány, egy teljes kört alkotott.
különböző színeket is tud produkálni. Az alapszín a zöld ennél az északi fénynél, de időnként bejönnek lilák, kékek, fehérek, rózsaszínek is. A harmadik sziget Feröer szigetek, ami Dániához tartozik, de Dániától messzebb van tulajdonképpen, mint Skóciától vagy Írországtól, messzebb van a tengereken. Már akkor lakták ezt a vidéket, amikor a magyarok bejöttek az őshazába, tehát ennyire ősi történelme van ennek a helynek. Egy vulkáni sziget. Ennek következtében különleges formák, egy tenger alatti vulkánról van szó, ami kiemelkedett az óceánból, szintén az Atlanti óceánban helyezkedik el messze-messze Dániától. Felszínét a vulkáni kitörésen kívül a jég, a szél és a víz alakította. Nagyon különleges vadpartok jellemzik, nagyon tagolt a partja. Több szigetből áll. Ezeket összeköttetést tenger alatti alakutakon létesítettek. Képzeljenek el egy olyan tavat, ami szinte úszik az óceán fölött. A sziklák tetején egy óriási belső tó keletkezett, aminek a vize folyik bele az óceánba. És van egy olyan nézőpont, ahol rálátni erre a tóra, és látni, hogy ez ott lebeg a tenger fölött. Lofoten-szigeteken vártuk, hogy essen egy kis hó, mert igazán olyankor szépek ezek a hegyek, mikor egy kicsit behinti a hó, mint a polcukros lenne. Olyan hatalmas hó esett, hogy gyakorlatilag a házból, amiben laktunk, úgy kellett kiásni magunkat. Fél méter, méteres hó esett az egész szigeten. Itt Lofotenen különösen gyönyörű a hóesés, annyira tiszta a levegő, hogy itt megmaradt hófehérnek minden. Tehát az egész táj hófehérbe öltözött. A hó csak esett, következő nap is elég egész álló nap esett. Így már kezdtünk egy kicsit aggódni, hogy fogunk mi tovább jutni. Hallgattuk a híreket, kiderült, hogy evakuálni kellett az egyik falut. Lavina veszély van, és lavinák zúdultak az utakra. Hát bizony ott ragadtunk az első szálláshelyünkön plusz egy napra. Nagyon hatékonyan takarították az utakat, és még helikoptereket is bevetettek, hogy a lavinát lezúdítsák, és saját maguk, és eltakaríthassák az utakat. Egy nagyon sokkoló élményről is be tudok számolni, az Feröer szigeteken történt mindjárt az első napon. Ugyan mi hallottuk, hogy itt még mindig délik a náluk hagyomány, ősi szokás, hogy leölik a bálnákat, majd szétosztják a húst az emberek maguknak, és elteszik télire. Elég sokkoló volt látni, főleg azért, hogy ugye különös figyelmet fordítunk a tengeri élőlényekre, a tenger az életünknek a záloga tulajdonképpen, hogy milyen állapotban vannak a tengerek. Példaértékű egyébként a környezetvédelem Feröer szigeteken, de talán a többi szigeten is egy darab eldobott papírt vagy műanyagot nem látni, csodálatosan tiszták az öblök a területek, nagyon vigyáznak a természetre, nekik ez fontos. Feröer szigeteken nincsen fa, őshonos emlős állatok sincsenek, madarak vannak, akik ott költenek, és van egy seregély típus, ami náluk él, és ők olyan nagy becsbe tartják ezt a kis madárkát, hogy a házaknál még kis madárkalitkát, kis házikót is építenek neki. Következő blokkunk témája egy különleges, akváriumban is meghonosított hal, a szájköltősügerek királya Trophaeus. A kelet-afrikai Tanganyika tó a hazája, itt endémikus, azaz sehol máshol nem található a világon, kivéve ezt a különleges biotópot.
Trophaeus, azaz dajkasügerek rendkívül népszerű akváriumi halak. Ugyan nagyméretű medence szükséges a tartásukhoz, azonban ez nem szegi kedvét a műfaj megszállottjainak. Rendkívül sok alfaja és színváltozata ismeretes. Különlegességük, hogy egy-egy partszakasz kőgörgeteges zónájában csak egy típus található. Nagyon ritka a természetes hibridizáció és a keveredés. A tudósok lassan 100 éve vitatkoznak arról, hogy ez miként lehetséges. Minden esetre fantasztikus színű, egységes populációk léteznek. A parti görgeteges zóna vízmélysége mindössze néhány méter, ezért az erős napsugárzás miatt mindent belepnek az algák. Ezek az algák képezik az alaptáplálékát a trófeuszoknak. Természetesen a friss fehérje forrásokat sem vetik meg. Apró rákok, szúnyoglárvák, egyéb vízi szervezetek szintén táplálkozásuk fontos részét képezik. 14 órás intenzív fény és 28 Celsius fokos hőmérséklet a jellemzője biotopjuknak. Móri, Anectens, Brichardi, Mipinve, stb. Változatok viszonylag új tudományos besorolások, de szemmel láthatóan gyarapodik még a számuk a jövőben. A Polly és a Duboizi a 8-15 méteres mélységek lakói. Akváriumi tartásuk alapfeltétele a nagyméretű medence és a nagyobb csapat tartása. Egy 30 példányból álló csapat számára 600-1000 liter víz szükséges. 2 méter hosszú és széles, ellenben 50 centis vízmagassággal elegendő a tartásukhoz. Erős szűrés, valamint megfelelő vízáramoltatás is szükséges. A vízminőség stabil tartása nem egyszerű téma. Ebből is látszik, hogy nem igazán kezdő akvaristáknak való feladat. Napi 5-10 etetés az ideális, mindig csak kis mennyiség adagolásával. Bejátszásunkban két változatot láthatnak, a bulu, más néven doppelflek, illetve a citrom, azaz kalambó változatot. 14-16 cm a méretük, amit 2 éves korukra érnek el. 15 év élettartamra számíthatunk. Szociális viselkedésük rendkívül érdekes. Territoriális, azaz területvédő fajta, gyakran agresszívek egymással a dominancia harcokban. Ivadékgondozásuk a legfejlettebbek közé tartozik. Több mint 3 hétig tartják szájukban az ikra, lárva, kishal állapotban az ivadékot. A kiengedett kicsiket még néhány napig visszaengedik a szájukba, ha veszély fenyegeti őket. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Kérem, ne feledjék, Zoo Plusz a mi műsorunk. Ha ön az állatvilág, a növények vagy a természet szerelmese, várjon minket havonta megjelenő magazin műsorunkkal itt és a Győr Plusz újságban is. Kövessen minket a YouTube-on, illetve a Győr Plusz televízió honlapján. Viszontlátásra!